Kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, ifjú Dorogi Kálmán által az elmúlt 6 évben készített haditechnikai makettek kiállításán. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Bárdi Zoltán polgármester urat és minden kedves vendégünket. Ifjú Dorogi Kálmán 2010-ben kezdett el foglalkozni makett készítéssel. Ez a hobbi az évek folyamán, ahogy fogalmazott, az élete szerves részévé vált. Rengeteg türelem, precizitás, a témában való jártasság szükséges ahhoz, hogy ezek a makettek életűen ábrázolják az adott eszközök eredeti valóságát. 2016. márciusa óta szakkör keretében lelkes ifjú makett készítőknek is átadja megszerzett tapasztalatait, tudását. Ezen a kiállításon a gyermekek által készített munkák is helyet kapnak. Ezennel felkérem ifjú Dorogi Kálmánt a kiállítás megnyitására. Üdvözlök én is mindenkit. Először is szeretném megköszönni, hogy a Művelődési Háznak és a dolgozóinak segítettek ezt a kiállításomat megszervezni. Ahogy már elmondtam, hogy ugye ez 6 év munkája, ami itt látható, és összességében még én se láttam így az összeset összerakva egy helyen, úgyhogy végre eljött ennek is az ideje. Amit szeretnék mondani, hogy minden egyes vitrínbe próbáltam egy kicsit külön szortírozni fajta szerint, az egyikben a sugárhajtású művek, a másikban a propelleresek, helikopterek és a harcjárműveket is próbáltam megosztani. Amit itt lehet még látni, itt leghátul vannak eszközök, amivel dolgozunk, amikor úgymond a szakkör is dolgozik a gyerekek is, és a mellette lévő asztalon pedig a gyerekeknek a munkáját lehet majd megtekinteni. Fel is sorolom, hogy kis Zsombor az F-5 Tigris harci repülőgép vadászgépet rakta össze, kis Tristan M-262-es II. Világháborúban egy német vadászgépet, a Besenei Nándi Yamato csatahajót készítette el, és Suba Bence 2 makettot is megcsinált, a SPAD 7-es, ami az első világháborúban volt egy kétfedeles repülőgép, és az X-a BIS-D-t, amelyik pedig az olasz légierőnek volt egy harci gépe a 80-as években. A kiállításon még megtekinthető egy híd az, ami a II. Világháborús német hídat ábrázolja, amelyiken egy orosz harckocsi kell éppen át, két oldalt pedig egy-egy rakétaindító, ami úgymond öngyáró rakétákat tudott kiindítani. Az egyik oldalon a SCAD-ot, az volt Magyarországon, és a másik oldalon pedig a Topol látható, annak volt nukleáris töltete is. A vitrinekben az egyik oldalon igazából a nehéz harcjárművek tekinthetőek meg, azokban is vannak érdekesebbek, többek között amik Magyarországon is voltak hadrendben. A másik oldalon vannak inkább az ilyen földi kiszolgáló személyzet, tehergépjárművek és különböző légvédelmi célokat elpusztító berendezések. Aztán van a túloldalon a vitrínben az egymotoros gépek, ott is vannak köztük érdekességek, főleg most úgy hozta a sors az összerakás szempontjából, hogy elég sok kettes számú gépet sikerült összeraknom, az AN-2-est, az IL-2-est, a TU-2-est, de van ott egy alumínium színű gép, ő érdekessége, hogy csak prototípus készült belőle, dupla motoros, és még volt neki egy sugárhajtómű is a belsejébe, ő a haditengerészet számára készült volna el, de végül is csak prototípus maradt. A másik oldalon láthatóak a helikopterek, amiből kiemelnék kettő darabot. Az egyik a külön amerikai elnököt szállító helikopter, 2004-ig volt szolgálatban, a másik pedig a K-52-es, ami fura, úgy lehet felismerni többek között, mert igen fura formája van, ő is csak prototípus lett, nem állt még sose hadrendbe, és ott a helikopterek mellett látható a B-29-es, ami a II. Világháborúban, majd a gyerekek is fogják gondolom tanulni, ő dobta le a Hiroshimára és Nagasakira is az atombombát. Aztán az első vitrínben láthatóak a sugárhajtású repülőgépek, ott is van egy-két érdekesség, az egyik oldalon látható az a legnagyobb repülőgép, az a TU-22-es, annak annyi az érdekesség, ha oldalról
vagy oldalról van nézve, hogy a pilóták, mint az átlagos repülőkben nem felülről szálltak bele, hanem arról egy lift vitte fel őket a pilóta fülkébe. De láthatók köztük ott van például az 5. generációs vadászgép, ami még mindig nem állt, jól tudom, handrendben. De még látható ott például a két 21-es, akkor látható a Su-47-es, a másik oldalon a fekete nagyobb repülőgép, amelyik még az is csak prototípus lett, ő se állt hadrendbe. És akkor kiemelném igazából a kiállításnak az egyik fő ékkőjét, a Mi-12-es, a világ legnagyobb helikopterét. Ez a helikopter az 1970-es évek, vagyis a 68-ban került először tervező asztalra, aztán később 75-ben volt neki az első repülése, kivitték, volt Párizsban egy világkiállítás, oda őt kivitték megmutatni. Ami az érdekesség a helikopternek, ugye, hogy nincsen hátsó rotorja, csak két fő rotorja van, két 4 darab hajtómű hajtja, hajtóművenként 3800 lóerőt produkáltak, szóval körülbelül olyan 13-14 ezer lóerő dolgozott benne. Párizsi világkiállítás után visszahozták a Szovjetunió területére, és először volt egy próbálkozásuk 76 májusában, amikor is 3500 méterre vitt fel 35 ezer kilogrammot, szóval 35 tonnát. Aztán még ugyanabban az évben 3800 méterre vitt fel 42 ezer kilogrammot, szóval 42 tonnát, és ebből ő lett a világ rekorder, mert ilyen magasra a helikopter még soha nem vitt fel ekkora súlyt. Tehát a repülőgépnek sajnos, vagy hát ennek a helikopternek sajnos megpecsételődött avval a sorsa, mert igazából nem volt jó a két szárny, ahogy összejön a törzshez, ott nem volt elég merev és megtört. Ezáltal 78-ban az utolsó repülésnél volt egy 3 méterű visszazuhanása, meg is recsent maga a szárnytő, és abban ott akkor azt gondolták a tervezők, meg akik üzemeltették, hogy kirakják egy múzeumba, és a mai napig ott van, a tudomásom szerint. 2 darab épült belőle, az egyik a Mi gyárnak a területén van szétszedve, az egyik meg összerakva van a Minyói Múzeumban. Ennyi, 2 darab át mellette. Mert tettem mellé egy Faros Ikarus buszt, azt ugye az idősebbek ismerik, hogy körülbelül mekkora, hát eltörpül mellette a busz, és van egy figura is az elejébe, hogy azért lehessen látni, hogy mekkora, a belsejébe pedig közel 4 darab szállító jármű fért bele kényelmesen, és azt tudta szállítani. Hát igazából ennyit szerettem volna mondani a kiállításról, és ezennel megnyitom a kiállítást. Köszönöm.